Van utána mindenem, és anutám kedvenc színe a babakék, sajnos ezt a műsort nem tudom máshogy kezdeni. Üdv mindenkinek, sziasztok itt a garázsban. Ezzel a méltán népszerű mondattal, amely hát elég sokszor elhangzik nálam is videóformában, de gondolom senkinek nem kell bemutatni, hogy ez hol volt. Max Viktor bevágja, aki nem ismeri. Szóval, benne vagy? Á, az attól függ. Mitől? Hogy te? Megveszed-e nekem a lakókocsit? De nem ám a pirosat, a babakéket. Ez nem az a lakókocsi. A bunyó sem ugyanaz, komám. De kétszer akkora, mint az előző baszki. A bunyó is kétszer akkora baszki. Anutámnak szüksége van rá. Anutám a mindenem. János, ültünk már Taycanban, de ez mégis valamivel kicsit többet tud, független attól, hogy pont ezt a szint választották hozzá, ami egyébként egy igen komoly extra, majd erről mesélek. Igen, de egyébként ilyenben is ültünk, csak Arastesben nem volt. Mert ugye egyszer volt, azt nézzétek vissza, egy olyan adás, hogy egy turbo is volt, meg a turbo S is a laptimingban. Tehát, hogy az azért eléggé tanulságos volt. Hát gyakorlatilag akkor derült ki, hogy elektromos autóban is létezik jó sportkocsi. és tényleg ez az autó, hát hogy is mondjam. Még a teszlások, akik kipróbálják, még azok is utána teljesen oda vannak meg vissza. Úgyhogy nagyon vártam már, hogy még menjünk, mert ugye az a csúcsváltozat a már nem legfrissebb Taycanból, ugye ma van frissebb, az pedig majd, ha minden igaz, Csabi fog hozni, úgyhogy nagyon hamarosan lesz úgy is. Ugye mentünk, ezek szerint utcán, Veszprém környékén János megijesztett a múltkori tesztben jó pár évvel ezelőtt a sima turbóval. Utcai használatban őszintén szólva, amit ott mutattál, már az is fájdalmasan soknak tűnt. Ezen van még egy kis extra. Igen, tehát hogy ez a Turbo S. Egyébként ugye van sokkal egyszerűbb is, tehát a legalja az ilyen csak hátsó kerék és 408 ló. Aztán van összkerekesbb is, ami 476, tehát így megyünk felfele, és ez pedig a 761. És 1050 Nm, ugye az az ijesztő, mert ugye az mindenhol van, tehát nem kell nézni a görbét, az úgy van. Úgyhogy hát ez a csúcs, ugye ez az, ami háromban belül megy 100-ra, iszonyatosan, brutálisan megy. Ugye én a laptime, a kakucson ültem csak így benne, de hát ott nagyon sokkoló volt minden, és ugye ami a legjobb tulajdonság, hogy bár 2,3 tonna, ugye annyira nem látszik, de azt elfelejteti veled. Aha, úgy tud mozogni. Igen. Nézzünk rá egy kicsit oldalról, és akkor mesélek egy picit arról, hogy az extra szín mellé milyen további extrák vannak. Hát például az, hogy a felnin is megjelenjen a szín, az 4000 euró csak pluszba. Az íze vége, csak hogy tudjátok. Hát van szép nagy fékünk is, tehát hogy azért, ahogy János mondta, ha 761 lóerőt meg ezt a tempót meg kell állítani, akkor azért a Porsche ezt is. És ugye ez is karbonkerámia. Tehát... Igen. Tehát, hogy ugye ezekben az autókban, mint ahogy 911-esben is egyedileg tudsz gyakorlatilag mindent konfigurálni, még azt is, hogy ezek milyen színűek legyenek. De igen, tehát hogy az autó, ez látszik, hogy a tulaj az úgy kb. Megbolondult a... Meg egyébként a... rendelést kellett így. Ugye alapvetően tudjuk azt is, hogy ez is Csík Norbitól van természetesen, tehát ez most használt autóként éppen elérhető, de elmondta a Norbi, hogy majdnem 100 volt a listára, 98. Aha. Hát azért most az újnak is ugye a legerősebbnek 100-100-at megugra vagy, aki. Hát ez nagyon durva. Igen. Nyilván majd bent is mutogatjuk azt, hogy még milyen egyediségek vannak benne, de János, kérlek, hogy először is azért üljél már be magad mögé, ahogy szoktál, hogy ja. Mint egy normál teszten mutassuk meg, hogyha valakinek erre lenne igény, hogy be akarna ülni hátra az autójába, akkor ott milyen helykínálat van? Hát van, de hát azért ez egy... Már maga a bejutás sem négy volt annyira könnyű. Négyajtós kupé. Igen, mert hogy egyébként a kupé formavilág miatt egy kicsit nehezen húztak. Ugye nekem nem ezzel van bajom, mert ha megnézed, ez tök jó. Nekem azzal van bajom, hogy ahogy az összes elektromos autóban nem támaszt végig a ülőlapnak a vége, meg a másik. Nagyon derékszögben ülsz. És itt a tető az minden, ugye itt ahogy van a mélyedés, ott gyakorlatilag így meg tudom támasztani a fejem, és akkor tényleg ez ilyen. Ugye a panoráma tető sokat segít abban, hogy gyakorlatilag elférjen a fejem, de az, hogy bármilyen úthiba jönne itt, hát 1,83 az már sok, de egyébként ilyen 1,80 az már lehet. Megint nagyra nőttél. Igen. Na gyere, mutassunk egy kis csomagtartót. Bár megnézem, ki az, aki ez alapján vesz Taycant. Egyébként hogy megkövessük a Ioniq 6-ot, ugye Csabival ott sokat szittuk ennél a formavilágnál, elektromos autónál, hogy kicsi a nyílás és nehéz bepakolni, mondjuk itt is. Igen. Hát de ugye... Valóban kell rakni az aksit, nem? Hát igen, meg ugye ebben nagyon komoly hajtás van, és hátul is van egy váltó ugye a diffibe. Igen. Tehát hogy emiatt ugye az is egy kicsit, hát mondom, foglalja a helyet is, meg bonyolultabb, de az nagyon jó, hogy ilyen
Ez is van benne, meg ugye itt van egy ilyen, ez a kedvencem. Tehát, hogy ezt nézzétek meg. Tehát ennek a rekesznek a kialakítása volt ennek értelme. Ennek volt értelme, igen. Ezen sokat dolgoztak a mérnökök. Szerencsére minden más, ami az autózás szerelmeseinek fontos, egyébként ott is van rekesz, és azok elég mélyek ott. Tehát ilyen piákat ide el lehet rejtegetni. Meg hátsó, látom, hátsó 12 volt, tehát mintha túrautónak is szánnák. Aha, igen. Hát ugye a nagyobb aksival már viszonylag el lehet vele távolodni egy várostól, de azért nem arról szól. Szóval szerencsére, ami az autózás szerelmeseinek fontos, arra sokkal nagyobb energiát fordítottak. És akkor innentől... Azt viszont csak belülről tudjuk megmutatni, vagy legalábbis elmagyarázni, úgyhogy amúgy is most már 39 fok van, ami nekem főleg jó. Ez sikerült Zoltán, keret nélküli ajtó. Viszlát! Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Ha játék és internet, irány a játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedó, az út, ami összeköt. Most, hogy János csinált... Mennyire látszanak. Ja, hogy hol nyomkodják, igen. A kint mondtad, hogy mennyire lehet egy-egy Taycant vagy Porsche-t személyre szabni. Itt a belsejében talán még jobban látszik, mint a külsejében. Egyeske, hogy a kulcs is olyan színű. Ha bárki azt gondolná, hogy a bőr fekete, nem. 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 A bőr az mindenhol egy ilyen sötét kék, ami szintén egyedi, ahogy egyébként az Alcantara kormány is ugyanebben a kék színben. De várjatok, szövet bőrülésen ülünk, ami egyedi kérés, mert egyébként ezen a szinten már csak bőr van, igen. De a szövet bőr az ide egyedi, hátul mögöttünk meg Alcantara, szintén ebben a sötét kékben. Várjál, folytatom, mert nincs vége. Előttem is van kijelző. Ami csak ugyanazt tudja, mint a tied, de van még egy. Mert ugye normális esetben itt egy Taycan felirat van. Igen, igen. Na, itt ez nálam még egy kijelző, ami ugyanazt csinálja, mint a tied. Persze tudok két külön dolgot csinálni vele, de, igen. De hogy nem tud többet, csak még egy kijelző. Hát, hogy itt a vezető tudja nézni, amit ő akar, ott meg tudsz mozizni. Majd én csinálom a sajátomat, nagyon kemény. Ez a... Hát ugye, Burmeister, hát meg ugye ez is, hogy az kilincs és az a díszítő nincs is, igen, az majd megmutatjuk vágóképben, az is a kocsi színe, igen. És ugye a másik meg, hogy ez a hát karbon mintaszerű berakás is van. Az, hogy a tetőkárpit is Alcantara. És az is az a szín. Ugyanez is a igen. Napellenző is kívül, belül. Igen. Tehát, hogy ez a... Elrontod, nézd, tömörtem. Hogy ez a felháborítóságnak már egy nagyon magas szintje. Ugyanakkor, és aztán közben indulhatsz, megint ugyanaz a első ránézésre a bajom, vagy hát idézőjelben a bajom vele, amit már szerintem a sima turbónál is elmondtam, hogy a kijelző, az értem, hogy a Porsche próbálja a régmúltját ezzel az ívelt kijelzővel, meg a három karikával visszahozni, de nekem olyan, mint hogyha ezt elfejtették volna befejezni. Azzal, hogy annak nincsen semmiféle kerete, menjél balra. Balra? És jobbról jó. És hozzam rád a frászt. Hát ha lehet, nagyon. De ismerlek, hogy... Ez most csak egy... Ez egy negyed gáz se volt. Hát szerintem. Tudom, sajnos. 10%-kal. Úgyhogy nekem az egy picit olyan azzal, hogy olyan keret nélküli, mint hogyha az nem lenne befejezve. Nekem onnan hiányzik egy kis keret, mert egyébként a formája jó. Az, hogy a másik két kijelző ide be van rejtve, azzal sincs bajom, bár hogy ezt ki fogja használni, azt nem igazán tudom, de biztos vannak olyanok, akik használják, mehetsz jobbra nyugodtan. És aztán meg így az eddigi első méterek, vagy amennyit eddig mentünk már vele, abból nyilván, és nem bír magával. Ennyi az alapgáz, most mit csinálják? Persze, nem lehet lassabban menni. Abból nyilván az jön le, hogy egy rendkívül jó elektromos autó, és hogy baromi csöndes. Ez is. Igen, ugye ebbe is egyébként a, nem tudom, hogy a Turbo S-be az volt-e, de a régiben az alapban ugye feláras volt a dupla hangszigetelés. Tehát, hogy az is egy feláras tétel tud. Benne van, mert dupla üveg van benne. Igen. Tehát, hogy ez a csendesebb kivitel, az biztos. Ugye a legnagyobb zaj tök furcsa, mert ugye a malomkerekektől jön. Ugye, mert annyira, hogy ez ráadásul nem ekogumival szerelik ezeket a lapba, hanem sportgumikkal, hiszen különben leesne az útról. És emiatt ugye azért azok zajos gumik, tehát a minden autón, csak ugye a más autón nem veszük észre, mert a benzinmotor meg a szél az annyira elnyomja.
Szóval igazából tényleg csak azt hallani, egyébként nagy sebességnél is, hogy most nem mentünk vele gyorsan, de én mentem gyorsan egy másikkal, és nagy sebességnél csak a gumikat hallod. Tehát egy ilyen tök furcsa. Mondjál azért egy pár adatot amellett, hogy ezt a 700 lóerő fölötti teljesítményt ezt nyilván hallottuk, az 1000 fölötti Newtont is hallottuk, de valami kevésszer fogja ezt még akár egy megrögzött Porsche tulaj is kihasználni, viszont mennyit tudja használni az autóját? Hát ugye ez is az alapban, ugye 79-es aksi van, ezekben már 93, ami egyébként a bruttó érték, tehát a nettó tök furcsa, hogy 80 valamennyiket, 83-85-öket olvastam róla régebben, tehát hogy nem tudja, de pont azért csinálta így a Porsche, hogy ne olyan hamar nyírja ki az aksi magát, tehát ugye hosszú távra is ez normális állapotú, meg tényleg ugye a legtöbb ügyfél így azon aggódik, hogy majd ennyit meg annyit fog veszteni a 3-5 év alatt már a hatótávolságban, igen. És ugye ez a elvileg kiküszöbölik ezzel a megoldással, bár az igazság, hogy mivel rengeteg ismerősöm van, akinek vagy volt i3-a, vagy van i3-a, vagy ugye nekünk is van i3-unk, ott azért 5-6 éveseknél se láttam, hogy úristen, most bármi akkor az akkumulátorral olyan. Nem lehet, hogy azért fél a Porsche, mert tudják, hogy aki ilyet vesz, az egyébként nagyon sokat fogja gyors töltözni? Hát igen, valószínűleg a villámtöltés, meg ilyesmi. Meg igazából a Porsche nem fél ettől, szerintem csak direkt így csinálták, hogy az ügyfeleket megnyugtassák, hogy ez a praxi így azért sokkal többet fog. Igen, 250 kW-tal elvileg lehet tölteni, az azért barányi kemény. Azt egyébként mondjuk hány töltő tudja így? Egyáltalán. Most Magyarországon? Hát nem kell pontos szem, csak hogy így nagyságrendig mondjuk a 5%-a a töltőknek? Szerintem. Vagy még annyi se. Én ugye elmentem pár olyan helyre, ahol 150 volt, igazából egyik se tudta a 151 se. Úgyhogy mindig azt korlátozva szerintem maga a töltő. Ezek ugye, ez már 800 voltos rendszer van benne. Ugye ez pont azt is jelenti, hogy ahogy egyébként az Ioniq 6 is, amit hozott Handrás a laptimingban, hogy ezzel aztán mehetsz, mint a bolond, nem melegszik. Uh-huh. Tehát mondjuk az egész eleje úgy van kitalálva, hogy ne is melegedjen. Meg egyébként egy ilyen újfajta technológia benne a villamos motor is, hogy az is ezek a rész szálak nem hagyományos kör alakúak, hanem így másképp néz ki. Ugye ez is arra való, hogy ne melegedjen, mikor terheled. Uh-huh. Tehát ugye gyakorlatilag arra mentek rá, hogy egy Porsche nem veszthet látványosan a teljesítményéből, ha amikor gyorsan mész vele. És ez olyannyira igaz, hogy ugye Csabitól tudom, hogy külföldi Porsche rendezvényekkel rendszeresen van autóztatás, és van, hogy ilyennel autóztat. Ezt talán mesélte után is, és hogy egyébként úgy azt mondja, hogy nagyjából bírja. Igen, és viszi egymás után az embereket, és ugye ezen annyira komoly fék van, ellentétben mondjuk a Teslákkal, hogy azt is bírja, a versenypályán beülnek melléd, és mész, mint a bolond, és ugye ezzel bőven mész 250-eket az egyenesekbe, és bírja. Szóval nagyon durva. Hát mondjuk gondolom, akkor azért ilyen 200 kilométeres hatótávolságok után meg is áll. Azt hiszem, hogy... Még annyi se? Hát figyelj, ha belegondolsz, hogy ekkora teljesítményt veszel ki belőle folyamatosan. Mondjuk igen. Tehát akkor nem a 20-25 kilowattórás fogyasztásokról beszélgetünk, hanem az inkább egy ilyen, hát 50-60. És akkor ugye, ha 60-at fogyaszt, viszonylag hamar ki lehet számolni. Még ha bruttó akkukapacitással számolunk, akkor is a másfél, tehát hogy gyakorlatilag 150 km. Szerintem egy ilyen 120 körül lehet. Ha full padlón mész vele, mint a bolond, akkor ilyen 120 körül lehet vele menni. De viszont a jobb, mondjuk ezzel nem tudom, én csak egy gyengébbel hallottam, hogy miket fogyasztgatnak, hogy azért valamelyikkel ilyen 25 alatt el lehet járni, és az már ugye akkor 300 fölötti hatótáv. Egyébként meg most már így azért halva jó sok fogyasztási értéket elektromos autóktól, azért a 25-től mondjuk hanyat nem esem. Hát jó, de ha megnézed, hogy ez egy nagyon durva sportkocsi. Mondjuk igen, úgy meg oké. Okay. Ahhoz képest, amilyen tudás rejlik, tehát igazából szerintem, ha gyengébbet veszed meg, ez a 400 lóerő körül, ott is egy facelift nem részfit, tehát van a 435-ös, azok szerintem 20 körül el tudnak járni. Persze van olyan, ami meg 15 körül el tudja járni, tehát, de az ugye nem éppen a fogyasztás miatt alkották ezeket az autókat, hogy fú, ez most megdöntjük a nem tudom milyen fogyasztási rekordot, hanem hogy akartak egy olyan elektromos autót csinálni, ami tényleg nagyon komoly sportautókkal is fel tudja venni a versenyt, és az a furcsaság, hogy ez az. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. Progain Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Szerintem ugye a új Turbo GT az már megfutotta, azt hiszem már hivatalos a
Nürburgring új rekordot. Uh-huh. És ugye azt úgy futotta meg, mert mindig mondják a tesztlások, hogy a Plaid is megfutott, és úristen az. Igen, de ott a videón látszik, hogy így nagyjából minden féktávra ilyen, hát leheli a kocsit, tehát hogy Isten őrizz, hogy túl meleg. Tehát abban az autóban még lett volna, ha komoly fék van rajta. Ez meg, mint az őrült, úgy mentek a Turbo GT-vel. Persze az egy ilyen nagyon furcsa autó, mert itt már nincs hátsó ülés, meg ilyen. Ez azért négy személynek kényelmes. Ez egy teljesen élhető autó. Más kérdés, hogy a csomagtartó mérete és inkább az alakja miatt a négy személynek a túl sok cucca. Hát a bankkártyátok elfér sok. Igen. Hát ilyen lapos táskákból négy belefér, de... Igen, körülbelül. Most, hogy már egyébként használtál a laptimingba is elég sportos elektromos autót, meg nyilván utcai, vagy hát benzin, vagy dízelmotoros autóban meg eléggel mentél már szintén. Mennyire tudják ténylegesen felvenni versenypályán az elektromos autók a versenyt a belső égésűvel, vagy a dízellel? Mert azt látom, hogy egy-egy körön, vagy egy Nordschleifen, vagy nálunk is rövid távon igen, és még ijesztő időket is tudnak, lásd a Plaidnek a 44-en állunk, de úgy összességében, hiszen ugye ott a súly, ott van minden, ami ellene szól, ott van az erő, ami mellette szól, úgy, ha teljességben nézed a képet? Hát ez az, ami leginkább, szerintem legközelebb áll ahhoz, hogy ez folyamatosan tud egy igen magas szintet. A 2,3 tonnával nem lehet vitatkozni. Erre a legjobb példa, ugye most kicsit spoilerezünk, egymás után vezettem a Balaton Parkon egy 911 GT3-at, de még a 997-es generáció, tehát egy régebbi, hogy kisebb, könnyebben, meg utána az Ioniq 5N-t. És én azt gondoltam, hogy jó, hát nagy gumi, meg nagy fék azon is van, és de hát hogy túl súlyos az is, hogy lelassulok eléggé, mert hát a Porsche 1 millióval be tud fordulni a kanyarokba, de mondom, ez egy 911 volt. És még az is, amit azt gondoltam, hogy már nagyon lassú, még az is gyors volt. Mert annyira nehéz, hogy így sodródik. Tehát a tömeg meg a fizika, tehát hogy igazából a fizikával nem tudsz vitatkozni, lehet már végén akkora papucsokat rárakni, de akkor is az a tehetetlenség, ami a 2,3 tonnával akad, az kihúzza. Tehát kanyarsebességre ezek sose fogják azt tudni. Ezt. Viszont ugye a kanyar kigyorsítási szakaszában meg, mivel sokkal hamarabb, sokkal nagyobb nyomaték van, még jobbak. Tehát, hogy ott nyeri meg, és ugye ezért fontos, hogy a Porsche megcsinált, hogy fék is legyen, hogy ott se veszten. Mert ugye amúgy... Hát ki tudja használni a kigyorsítást, de a féktávon se bukjál a... Igen, mert ugye amúgy a meglassítás és a 2,3 tonnának az egy plusz teljesítmény, tehát egy normál, mondjuk Panamera fék, az erre nem lenne elég, mert hogy az annyival nehezebb, hogy ott elmelegedni, és ezért ugye még komolyabb fék kell rá, és ugye ezt megcsináltak. És azt is hozzá kell tenni, hogy nem Tesla árban van, azt is mondjuk el. Tehát, hogy igen. Hasonlítgathatjuk hát a Teslához, azért hogy annál jobb, igen. De nem is Tesla áron adják. Hát azért is mondtam el az elején, hogy 100 volt a lista ára, és még most is 40 fölötti áron igen. Próbálják a Norbiék értékesíteni, úgyhogy 40 ezer kilométer van benne. Én azt szoktam javasolni ilyen ismerősöknek, aki nagyon jó sportos elektromos autót, hogy ilyet kell használtan venni, mert szerintem ezek annál használt árakon ez marha jó kocsi. Tehát, hogy ha belegondolunk, hogy 40 millióért mit tudok még venni, ami ilyen tudása van, főleg ez a... tehát, hogy és összkerékkel húz, és még úgyis megrántja. És megrántja az egész, és, ja, és ez a normál mód, tehát ugye van a Sport Plus, meg a, akkor szabadít rá igazából mindent, de azt most nem akarom ráthozni a frászt. Nagyon durva. Meg igazából szerintem, tehát az a mód az, ami utcára szerintem, tehát nem hogy illegális, hanem le kéne ölni, aki kitalált, hogy be lehet ezt kapcsolni utcán. Tehát, hogy annyira veszélyes ezek az autókkal gyorsan menni, és tényleg egy ilyen versenyautószerű, ami lassabb a kanyarba, viszont sokkal gyorsabb a kigyorsításon, és kb. Úgy megáll, ahogy kéne neki, de ugye ez az is kell, hogy más gyártókkal ellentétben erre nagyon komoly gumikat raknak. Tehát. Elárulhatjuk azt is a nézőknek, hogy a Spiderrel együtt van a mai teszt, tehát hogy ma egymás után ültünk benne, és állt a két kocsi egymás mellett, ez majdnem 3 centivel lejjebb van. Igen, de ugye ez légrugós, tehát ez több színbe tudja változtatni. De hát mondjuk az alapból, ahogy használjuk, úgy konkrétan olyan, mint a szériában le lenne ültetve, és a Ferrari-nál lejjebb van. Hogy azért ez is mutatja azt, hogy itt nem kispályáztak. Hát igen, ugye ez is fontos, hogy minél gyorsabban mész, annál lentebb szeretnék tudni azt a súlypontot, amihez egyébként egy 2,3 kapcsolódik. Tehát a Porsche azért ezeket így összerakta, hogy egyszerűen muszáj, hogy a minél jobban le tudják engedni az autót, mert nagy sebességű résznél, főleg versenypályán ott azért nagyon számít minden egyes centi, amennyivel lentebb tudsz lenni, és
Hát ez is jó benne igazából. Nagyon kevés olyan autó van például, amit nem elektromos, hanem normál, akár limuzin is, amit én szerettem volna légrugósan. Ebben meg nem veszel észre a légrugónak kb. A hátrányait, hogy olyan furcsán mozog, meg minden. Aha. Az annyira jó van hangolva, meg annyira feszesre van hangolva, hogy az is nekem így nagyon bejön. De mondom, igazából, tehát, ha valaki megnézi akár Magyarországon a elektromos autós emberkéknek, vagy akár külföldön a tesztjeit, mindenki a Taycantól oda van meg vissza, és az a szomorú, hogy a Csabi már ült az újba, hogy állítok, az még jobb, tehát hogy így az még inkább egy komoly autó lett. Az, hogy épesző embernek ez a változat nem való, az szinte biztos, de egyébként elég egy normál sofőrnek elég a full alap? A hátsó kerekes? Szerintem, aki elektromos autót akar, de élvezni a vezetést, mert ezt az irányíthatóságot azt tud megkapja ott is, szerintem neki igen. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy annyi, hogy valószínűleg érdemesebb a nagyobb paksival választani, hiszen tényleg azért az akkor egy használhatóbb autó lesz, nem mintha 79 kWh az kevés lenne, de szerintem valószínűleg azt is jobban intenzíven használják, mint egy normál elektromos autót, mondjuk így. Szerint én bárkit, akit így bíztattam, azt mondtam, hogy a normál alapkivitelek az erősebb aksival, az is élmény vele menni, az ugye könnyebb is akkor, bár ugye a nagy aksi akkor benne van. És hát az is 400 dollár fölött van. Igen. Tehát, hogy az a menet teljesítmény, ami egy mindennapi használatra kell, az abban is benne van. Ezzel a 2.9-el, meg hogy X-szer meg tudja csinálni, meg tényleg, hogy 260-on is tudsz vele robogni, mondjuk azt senki nem mérte még le, hogy meddig, mert akkor a fogyasztás az a csillagászat plusz 2, valószínűleg az is ilyen 100-valahány kilométer. Itt volt. Szóval ezek azok a tudások, amivel a szomszédnak tudsz villogni szerintem, meg tényleg a haveroknak, hogy nekem ilyenem van, és akkor elviszed, egy évben mindig van egy ilyen túra, hogy elviszed az adott ismerőst, és ráijeszt ezt a következő sorokat. Megrúgom neki tehát kétszer. Ez. Igen. Milyen jó, hogy beleváltott egyet, igen. Tehát, nem tudom, meg kellett volna nézni, most 30 valamennyire nézhetok, és 80 valamennyi lett egy pillanat alatt. Tehát, hogy... De másodpercen belül. És ugye a vicces, hogy érzed, hogy forog alatt a kerék. Igen. Tehát, hogy ha még jobb tapadás lenne, még hamarabb megcsinálná. Abnormális. Tényleg azt gondolom, hogy ezek sajnos nem valók átlagsofőr kezébe. Tehát ugye erre biztos, hogy valami jogsit ki kéne találni. Igen, meg hogy én erre már azt szoktam mondani, hogy még akár minket is be tud vinni a málnásban, mert ugye elhiszed meg, és főleg egy ilyen fehér aszfalton, egy hosszú kanyarba, egyszer csak érzed, hogy így csodolódik kifele, mert annyira nagy a tömeg, igen. Hogy... És ott már nem nagyon csinál semmit. Igen. János, köszönöm, izgalmas és baromi egyedi autó. Köszönjük Norbinak is, igen, már hát a tulajának meg... is, mert csoda. De hát azért 40. Én picit csendben maradok, de hát figyelj, el kell fogadni. Ha úgy nézed, hogy 100-ról indult, azért az úgy meg jó. Igen, az értékvesztés meg elég komoly, és azt nem te szenvedted el. Igen, úgyhogy szerintem izgalmas. Valakinek ez még egy nagyon szeretett autója lesz, az a 40 ezer kilométer, ez egy elektromos autóban abszolút nem fájó érték. Igen, az semmi. Köszönjük, hogy ezen a héten is itt voltatok velünk. Jövő héten is lesz garázs természetesen. Nem biztos, hogy ilyen két kijelzős elektromos autó, lehet, hogy valami más. Tartsatok majd akkor is velünk. Sziasztok! Flotta kezelés Online Car Market Kft-től. A műsor támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo. Az út, ami összeköt. Partnerünk az Alfa Romeo Magyarország. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. A műsor támogatója a Góbuda Malban található belga pékség és kávézó.